Az ügető szilveszter 1999 óta a Budapest legnagyobb szabadtéri óévbúcsúztató sporteseménye, a Kincsen Park legnépszerűbb versenynapja. A jól megszokott ügető futamok közül most is kiemelkedik majd a színészek, sportolók, újságírók versenye. Az ügető szilveszter idén egy igazi jó ügyet is szolgál, az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját támogatják. Pécsi Istvánnal, a Kincsen Park igazgatójával Boldizsár Kata beszélgetett. Most még csend van, és üres a lelátó, de nem sokáig kell már várni, hogy óriási legyen a hangulat, egészen pontosan december 31-éig, mert hogy idén ismét ügető szilveszter. Mivel készültök? Hát először is 23. alkalommal lesz ügető szilveszter. Jönnek a szokásos programok, lesznek lóversenyfutamok, lesznek agárfutamok, lesz bulisátor, vélhetően fergeteges hangulat, viszont az idén bemutatkoznak a kicsik is, és a Póni Championátusnak jön itt a döntő futam majd a Kincsenparkban két futam között. Ezúttal is lesznek sztárfutamaink. Én azt gondolom, hogy egy kihagyhatatlan program idén is. Aki eddig még nem járt ügető szilveszteren, azoknak mondjuk el, hogy nagyjából a forgatókönyv az tulajdonképpen hogy is néz ki. Hát azzal kezdődik mindenki számára a nap, hogy kinéz az ablakon, megnézi az időjárás jelentést, és általában jó melegen felöltözik. A lényeg az, hogy jól fel kell öltözni, és egy több órás szórakozásra kell készülni. Maga a rendezvény az 14:30 és 19:30 között zajlik, ekkor vannak a versenyek, forralt bor, a meleg tea, és a fogadás a szerves velejárója az ügető szilveszternek. Mindenki tud fogadni, és aki eddig még nem fogadott, az mondjuk meg is tudja tanulni, tehát van lehetősége arra, hogy egyáltalán egy kicsit gyakoroljon, hogy hogyan is kell fogadni. Természetesen fel vagyunk erre készülve, információs tandjaink vannak, hostesseink vannak, akik segítik a fogadást. Nekem az a tapasztalatom, hogy néhány perc alatt mindenki belejön a fogadásba. Egyrészt egy nap a világ hangulat van ilyenkor szilveszter délután, másrészt pedig a lóversenyhez nagyon szorosan hozzá kapcsolódik a játék. Lényegesen élvezetesebbek lesznek a futamok, hogyha van egy tikett a kezünkben, pláne hogyha nyerő. Azt el lehet mondani, hogy az elmúlt évek számai alapján teljesen az látszik, hogy egyre nagyobb az érdeklődés, szélesedik az érdeklődési kör is. Emlékszem rá, hogy például az előző évben nagyon-nagyon sok család jött pici gyerekekkel, és óriási hangulat volt. Én azt gondolom, hogy 2015-ben, amikor elindítottuk ezt a fesztivál rendszert a Kincsenparkban, akkor megalapoztuk nem csak az évközi nagy rendezvényeket, hanem löktünk egy nagyot az ügető szilveszteren. Ez stabilan egy jó 10000-es rendezvény volt hosszú éveken, sőt másfél évtizeden keresztül, viszont az elmúlt években valóban azt tapasztaljuk, hogy a tavaszi, őszi és a nyári rendezvényeknek köszönhetően egyre több család érkezik az ügető szilveszterre, és 2019-ben már közelítünk a 20000-es nézőszámhoz, ami már egy hihetetlen magas létszám lóversenyen, szilveszterkor, meg úgy általában bármilyen szabadtéri rendezvényen. Akik itt vannak minden évben, vagy legalábbis valamilyen rendszerességgel, azok tudják, akik pedig nem, azoknak elmondjuk, hogy minden évben mindig valami plusszal jön az ügető szilveszter. Egy kis megújulás, egy kis csavar, egy kis érdekesség, és ez így van most is, hiszen most nagy fába vágtátok a fejszéteket, mert hogy jótékonykodtok is. Így van, az Ökumenikus Segélyszervezettel dolgozunk együtt az ügető szilveszterre. Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy 2022-re olyan szintre emelkedett már ez a rendezvény, hogy nagy örömmel jött a segélyszervezet, és adta a nevét ehhez a rendezvényhez. Mi pedig nagyon bízunk benne, hogy tudjuk segíteni az ő munkájukat. Természetesen lesz majd egy futam, ahol ők meg fognak jelenni, természetesen itt lesznek majd a sátrukkal, és azt is el kell mondanunk, hogy ez az első lépése az együttműködésnek, és biztos, hogy lesz folytatás. Pont ezt akartam mondani, hogy valószínűleg, hogy nem az utolsó. Gyorsan a végére mondjuk el, hogy aki segíteni szeretne, azt hogyan tudja megtenni? Segíteni a segélyszervezetnek a ismert telefonszámán keresztül lehet. Alapvetően azt gondolom, hogy a mi együttműködésünknek az a lényege, hogy olyan embereket is eljuttassuk egyáltalán a hírét, hogy ők léteznek, akik talán még nem találkoztak vele, és mindenképp népszerűsítsük ezt a jótékonykodást. December 31-én, tehát ebéd után, azaz délután 1 órakor megnyitja kapuit idén is a Kincsen Park, lehet jönni a szilveszteri ügetőre, egy a lényeg, jó melegen öltözzenek fel, a hangulatról pedig egészen biztos, hogy a helyszín gondoskodik.